A Magyar Orvosi Kamara alelnöke dr. Schmidt Péter adta át a szakdolgozói kitüntetést Varga Juditnak. A díjat a kamara győri szervezete alapította. A Magyar Orvosi Kamara győri területi szervezete úgy döntött, hogy a munkába kiváló szakdolgozók részére egy szakdolgozói díjat alapít, amit a mai nap folyamán adtunk át. Ez azt jelenti, hogy azokat a kollégákat versenyeztettük, akik hosszú időn keresztül példaértékű módon kiváló munkát végeztek, mind ápolói, mind pedig szakápolói területen. A döntés alapján dr. Varga Judit kapta ezt a díjat, amit azzal tudnánk megerősíteni, hogy közel 40 évig folyamatosan dolgozott a Petszaladár megyei oktatókórházban, részben az égispasztikán, részben az urológiai osztályon, és emellett, emelve az alapellátás minőségét, itt Szent Ivánon dr. Kovács Györgyi Beáta mellett végzett szintén kiváló szakápolói munkát. Dr. Schmidt Péter hozzátette, a kamara úgy érzi, ez az elismerés nem csak Juditnak szól, hanem az egészségügyben dolgozó valamennyi kiváló embernek, akik sokszor erőn felül mindent megtesznek azért, hogy a betegeket gondosan ápolják, és azok ellátása zavartalan legyen. A pályázatra dr. Kovács Beáta házi orvos jelölte kolléganőjét, akivel több mint 10 éve dolgoznak együtt. Amikor hallottam a kamarának erről a kezdeményezéséről, hát ez nálam azonnal beugrott, hogy nekem van egy nővérem, akivel nagyon-nagyon elégedett vagyok. Itt egy elég nagy praxist vezetünk, 3000 beteg tartozik hozzánk, elég nagy a munkaterhelés, mindenféle emberek járnak hozzánk, elég komoly kihívás szakmailag és emberileg és kommunikáció szempontjából is, és Judittal én örömtelien tudok együtt dolgozni, mert nagyon jó szakmai tudása van, nagyon megbízható, lelkiismeretes, úgyhogy tökéletesen kiegészítjük egymást. Dr. Szijjártó László elnök úr nevében a díjat dr. Kovács Beáta és dr. Schmidt Péter adta át Varga Juditnak. A Magyar Orvosi Kamara Győr-Moson-Sopron megyei területi szervezete tisztelet a szakdolgozó kollégáknak MOG-díjat adományozza 2019-ben Varga Judit részére. Példaértékű hivatástudattal végzett magas színvonalú munkája elismeréseként. Varga Juditot meglepetésként érte az elismerés, elmondása szerint nem is számított a díjra. Meglepő, mert én nagyon sokáig úgy éreztem, hogy a mi munkánkat nem nagyon ismerik el. Tehát sem az orvosok, sem a betegek. Tehát a betegeknél is mindig úgy éreztem, hogy az orvos az igazi, akire ők felnéznek, és akiknek a munkáját elismerik. De most már évek óta érzem azt, hogy tényleg most a mi munkánkra leginkább most már nagyon, tehát nagyon szükség van a mi munkánkra, mert anélkül tényleg nem nagyon működne ez az egész. A jelképes elismerés felhívja a szakdolgozók és az orvosok figyelmét, hogy egy csapatban dolgoznak, hiszen egy a hivatásuk, és közösen a betegek ellátásáért felelnek.